Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Neszmélyi Emil, a mai beszélgető társam, és a nem kötötted a lelkemre, de azért hangsúlyoztat, hogy nehogy azt mondjam, hogy hegymászó vagy. Üdvözöllek, szia! Szervusz, üdvözöllek, igen, ez klasszikus. Teljesítménysportoló, expedíciós teljesítménysportoló. Igen, igen, ez talán legmegfelelőbb, hegyeken is előfordulok, de hát például mostani terveim, így van, mostani terveim sem kifejezetten hegyek irányában mutatnak. De ez, hogy expedíciós teljesítmény sportoló, ez egy létező ág, sportág, vagy ezt te találtad ki saját magadra? Ja, magamnak ilyet nem találnék ki, tehát gyakorlatilag van az a, szokták mondani, hogy hú, hát mindegyik sport teljesítmény sport, tehát a szakedzői tudományok azért nem egészen így közelítik ezt meg, ahol olyan kitartás, hosszú távú állóképesség, szervezés, tehát ezek kellene körülbelül ez a kategória, és hát ebben előfordulhat az is, hogy hegy van, de az is előfordulhat, hogy Burgerland extrém 120 km egy nap alatt van Fertőtó körül, az is előfordulhat, amire én most készülök, hogy déli sark gyalogosan és északi sark gyalogosan, aminek kifejezetten a hegyekhez nincsen különösebb köze. Déli sark gyalogosan? Tehát nyilván, hogy ott gyalogosan, tehát nem innen mész oda gyalog. Hát ugye jégszélétől mondjuk 1200 km, az északi sarknál pedig hát mondjuk az egy kicsit rövidebb lenne, az ilyen 10-12 napos, de az első az lehet akár ilyen 60 nap is. Ez csak egy terv, hát remélem összejön. Volt már valaki, aki ezt teljesítette előtte? Persze, kiváló barátom, Rakoncai Gábor az, aki ezt első magyarként teljesítette, és hát ebben a projektben már is sokat beszélgettünk, és hát az ő információval talán egy kicsit nekem már így könnyebb lesz felkészülni, de hát magát a kihívást azt teljesíteni kell, tehát azt senki nem fogja helyettem megcsinálni. És téged azért vonz, mert már valaki megcsinálta, és mondjuk szeretné gyorsabban, jobban, hatékonyabban, nem tudom, vagy mi az, ami téged oda visz? A déli sarka, vagy az északi sarka? Van ez a kihívás sorozat, hogy 7 hegy csúcs sorozat, és hát az ugye a minden földrész legmagasabb hegyét meg kell mászni. Azon te már kétszer túl vagy, nem? Két változatban, tehát nem kellett kétszer megmászni. Hozzá van egy kétféle listája van, és van egy hegy, amiben különbözik. Hát igazán ezt teljesítettem, és hogyha erre valaki az északi és a déli sarkot is ráhúzza, akkor az úgynevezett felfedező Grand Slam-et teljesítés, hát ez még magyaroknak nem sikerült, tehát nem jegyeznek ebben a műfajban. Aha. De ha jegyeznének is érdekelne, mert hogy elég érdekes mentális és fizikális kihívás, és egy komoly mentális utazás mondjuk egy 54 napig szembeszélben a déli sarkon néhányad magunkkal. Tehát, hogy ezt Gábor is mondta nekem, és ismerem a történetét, ez egy olyan kihívás, ami még előttem áll. Hát a jó hír az, hogy mondjuk ez kimerültség szempontjából veszélyes, de olyan veszélyek, mint nagyon magas hegyeken, hogy azok nem leselkednek ránk. Voltak itt néhány hete a Gáborék, és meséltek a grönlandi kalandról, tehát nincs az, hogy jó, akkor egyik éjszaka menjünk már be egy meleg helyre, és akkor pihenjünk meg, és fújjuk ki magunkat. Tehát igen, ott... hasonló van, hogy esetlegesen az északi sarki túrán fogok találkozni. A két sarkpont azért nagyban különbözik egymástól. Ha jól tudom, akkor ugyanez a... Ez volt a motivációt, hogy az első Everest mászásodnál is, hogy nem volt még magyar, aki mondjuk Tibet felől közelített volna, és sikerült volna neki ez a mászás. Tehát ugyanez a motivációt mondod most is, hogy nem voltak még magyarok, akik ezt a Grand Slam-et, vagy... Igen, ez a felfedező Grand Slam, vagy Explorer Grand Slam, igen. Aha. És akkor te szeretnél te lenni az első magyar, vagy Magyarországnak hozni ezt a dicsőséget, hogy igenis mi, ebben én is benne vagyok, meg tudjuk csinálni. Igen, ez volt az északi oldalon is a motiváció, hogy a magyar zászló kerüljön föl, az, hogy ebben, vagy ha én vagyok az eszköz, akkor az egy megtiszteltetés, de hát az is tisztázni kell, hogy ezzel megnyitottan jutott, ez egy palackos mászás volt így aszmásként, és nagyon várom, hogy a palasz nélkül eredmények is megtörténjenek, akár déli, akár északi oldalon, mert abban a műfajban is sajnos nem jegyeznek bennünket. Mondtad, hogy ezt a Grand Slam-et magyar még nem járta végig, tehát nem csinálta meg, de a világon hányan vannak, akik ezen már túl vannak? Hát azért ilyen 100-hoz közelítünk, de különböző kategóriák vannak, mert nem mindegy, hogy az utolsó két kihívás milyen messziről teljesített, tehát arra is van lehetőség, hogy az utolsó sarkkörről indulj mindkét sarkpontra, olyan is van, hogy az egyik esetében a sarkkörről, utolsó sarkkörről, vagy szélességkörről indulsz, egészen pontosan a szélességkörről a sarkpontra, de van, hogy távolabbról, és hát a déli sarkot én távolabbról szeretném, az északit az első
elsőre mindenképpen közelebbről, mert ugye ez nem egy ilyen állandó felület. Ágy Zoltán hegymászó barátom, aki az Everesten is azért előfordult, megmászott néhány 8000-est, ő is sokat foglalkozott ezzel a területtel, és ő is említette, hogy az más, ott azért jobb lenne többen nekivágni úgy, akik távolabbról, mert hogy ott hát ki tudja, későbbiekben lehet, hogy összehozok egy teljesen magyar expedíciót, ahol egészen mondjuk Grönlandról indulunk, és az egy másik kihívás. Ezt feltettem Rakoncai Gáboriknak is ezt a kérdést, hogy tök jó a dicsőség, tök jó felkészülni rá, motiváltnak lenni, utólag túl lenni rajta, biztos egy óriási nagy dolog, meg az ember tényleg büszke rá, hogy megcsinálta. De benne lenni egy ilyen dologban, amikor éppen mászol, vagy éppen mész, az élvezetes? Tehát, hogy amikor éppen csinálod, az jó? Vannak benne olyan pontok, amelyek úgy a pozitív oldala tehetők, de ez egy sporteljesítmény. Egy eléggé speciális kihívásrendszer, amit hát így, mint én, aki nem hivatásos sportoló vagyok, hát egy nagyon komoly feltétele van, meg kell tudnom szervezni, hogy a hétköznapokból ki tudjak szakadni. És hát amikor ott vagy, vannak örömteli pillanatok, de ott minden nap melózni kell. Tehát, hogy egy ilyen hosszú távú kihívás, alapvetően ilyen távleküzdéseknél nagyon sok mindenki, egyébként honfitársunk már komoly eredményeket ért, mert rengetegen végigjárták már a Camino de Santiago-t, ami attól függ, hogy milyen távot választasz, 8-900 vagy 1000 kilométer. Hát ott is az a minden nap menni kell. Hát egy kicsit másabb itt, mert ugye sílécen kell, és hát fölfelé van déli sark, pontról kevesen tudják, hogy az közel 3000 méteren van. Tehát ott mész szépen fölfele. És alattad majd a végén 2000 méter jég, és van egy csomó minden, ami úgy élményként utólag dolgozódik fel, de közben ott meló van, koncentrálás van, és ha éppen pihensz is, az dolgozott fel, hogy a következő napokban mi vár rád. Neszmély Emillel beszélgetek, ez valami különleges dolog, amit itt mesélsz, hogy vagy benne ezekben a kihívásokban, mert hogy ezek szerint akkor te, amikor benne vagy, akkor is élvezed, tehát nagyjából ezt mondtad el, nyilván vannak nehezebb pillanatok, de amikor az ember nekivág egy ilyennek, akkor benne van az is a pakliban, hogy mondjuk nem sikerül. Volt olyan expedíciód, volt olyan, aminek nekifutottál és nem jött össze? Volt bizony. Az első ilyen szembenézés a sorssal, ez egy hegyen volt, amikor Észak-Amerika legmagasabb hegyet, a Denalit céloztam meg, még a 7-hegy csúcsorozat részeken. Hát ott az egy ilyen 6200 méter alatti pár méterre az alatti hegy, és mondtam, hogy hát egy Everest után mi történhet? Hát az történhet, hogy nagyon közel van a sarkkör, az északi sarkkör, és csettintés elromlott az idő, egy 5200 méter magas táborban 6 napra csapdába kerültünk, és örültünk, hogy túléltük az egészet. Tehát ez volt az első olyan, hogy vissza kell fordulni, amikor a körülmények nem megfelelőek. Rá egy évre ugyanezen a hegyen, ugyanez megtörtént, csak 80 méterre a csúcstól vissza kell fordulni. Ott ez elég erős döntés volt. És ráadásul ott az ember teljesen más állapotban is van, kevesebb az oxigén, stb. Hogy tudsz egy ilyen döntést meghozni? Szerencsére van annyira veszélyes ez a hegy, hogy ott azért nem egyedül voltam, és hát közösen meg lehetett hozni ezt a döntést, és volt velünk kifejezett hegyi vezető is, akiben bíztunk. Aztán az harmadikra sikerült, de akkor már egy saját szervezésű páros expedíció volt Koncákos barátommal, aki szintén mászott palasz nélkül 8000-est, az első 8000-est, aki főcsúcsot ő állt korábban, ő a Csójút mászta meg egy 8200 méter körüli magasságon, őt együtt azt teljesítettük. Viszont még egy érdekesség, 2021-ben így a Covid tombolása alatt én délről nekiszaladtam az Everestnek, ami félbeszakadt a lavina veszély miatt, és hát a táborunkat el is sodorta egy lavinát. A legjobb, ami történt, hogy már előtte láttuk azt, hogy nem lehet tovább menni, 12 órával korábban a visszafordulás mellett döntöttünk, tehát amire a tábor és azok a részek, amik ott kellett, hogy maradjon, ugye nagyon érdekes, hogy bizonyos részeket fennhagynak a táborokban, és ott a kövek mellett tárolják, hát miért ez bekövetkezett volna, addigra jött a lavina és vitt mindent, tehát ez a legbiztosabb módszer, hogy éljél túl egy lavinát, ne legyél ott. Hát az honnan tudod, hogy fog jönni egy lavina? Volt nagy esély rá, hogy lényeg az, hogy följebb nem tudtunk menni, és akkor miért maradjunk ott. És ez egy jó döntésnek bizonyult, aki följebb ment, ők is rendben voltak, aki lejjebb ment, ők is. Mi egy nagyon szerencsétlen helyen voltunk, tehát a mi tábor részünk eléggé nagyot kapott a lavinában,
más kevesebbet kapott, de másik magyar sportolónak is, Varga Csabának az akkori expedíciós kísérletét ezt keresztül húzta. Tehát, hogy itt félbeszakadt az expedíció. Borzasztóan rossz érzés volt, mert sokkal jobb az, amikor neki szaladsz, mint ami a Denalin is volt Alaszkában, és valamiért nem sikerült, ott vagy el se tudtunk indulni a kettes táborból, mert nem lehetett. Az olyan, egyszer éreztem ilyet az egyetemen, hogy nagyon felkészültem ilyen jogi karon, ilyen hátrán két hetet tanultam egy vizsgára, majd a tanár nem jött el. Hát, hogy jó, de hát az a tudás az megmaradt. Hát, de azért úgy, igen, csak ott a következő kihívás, mert hogy eléggé nagy anyagokat kell a következő vizsgára is megtanulni, és ilyen torlódás lett. És ezzel együtt olyan érdek, hasonló érzés volt. És ezt úgy tudtam feldolgozni, hogy a 22-es expedíciót azt kifejezetten mentálisan úgy állítottam be magamnak, hogy ez a félbeszakadt 21-esnek a folytatása, tehát mindaddig, amíg az alaptábort, ahonnan gyakorlatilag haza kellett jönnünk, amikor leereszkedtünk, el nem értem, addig én nem is közöltem így a nagy nyilvánosság, hogy hol vagyok, hát kérdezi, innen folytatom. És az már úgy gyakorlatilag sikerült. Mennyi minden eldől fejben, mennyire fontos, hogy az ember fejben rendben legyen, mind a mellett, hogy fizikálisan is azért gondolom készülni kell. Ne, nagyon. Tehát itt nem, az a legrosszabb érzés, amit így el tudok képzelni, ebben még nem volt részem, hogy valami azért hiúsul meg, mert bárcsak többet edzettem volna. Ez elképzelhetetlen. Tehát nem, az első Everest mászás, 3,5 év alatt összeraktam, 2604 edzést csináltam, úgyhogy teljes titokban volt. 3,5 évet készültél? Úgyhogy előtte te nem is másztál hegyet? Igazán a Kilimandzsáró volt az első, és ez nagyon fontos dolog, hogy ezért sem klasszikusan hegymászó teljesítmény, azt mondja, hegyen mászunk, akik palaszkal mászunk, még akkor is, hogyha ez iszonyatosan veszélyes, és azért fel kell készülni, ne kell különíteni attól, hogy aki például ott palaszkal mászik, az más teljesítmény, egy másik sportág, ugyanabban, mint azonos medencében, mondjuk egészen hosszú távot mi úszonnyal úsznánk, és akkor ott vannak a palasz nélküliek, akik attól függően, hogy őket hányan segítik, ők lehet, hogy víz alatt úsznak, az is lehet, hogy hagyományosan úsznak, de semmiképpen nem úgy úszonnyal. És még sokkal nehezebb, és még sokkal veszélyesebb. Talán már így a veszély szintje olyan, amit a közvélemény döntő többsége nem is tud kezelni, tehát ők bőségesen tudnak motiválódni a palackos mászásokból is, mert ez is már olyan, ami túlmutat azon, amit egy átlagos gondolkodású, hegyekben nem annyira tapasztalt ember egyáltalán fel tud dolgozni, hogy 8000 méter fölött, ahol még egyébként palackkal sem annyi a levegő, mint mondjuk búvárként a víz alatt. Hát meg azt a palackot nem rád pottyantja a jó Isten, tehát azt oda el kell vinni? Hát többet is viszünk, ugye hát attól függően, hogyha valaki egy a sportosabb vonalat választja, ez a déli oldalon 4-5 palackot használ, vannak az úgynevezett turistának, nem tudom, csúfolt emberek, hát azért egyrészt nekik is fel kell készülni, senki nem megy fel helyettük, hegyre, nagyon sokan fel is adják. Hát ők viszont, amikor ilyen 10-12 palackkal, nem tudom hány kísérővel, az egy másik dolog, tehát a palackos mászások között is jelentős különbségek vannak, de ez olyan különbségek már, ami azt gondolom, hogy a hegyeken előforduló embereket érdekli. Én ezekben többször próbáltam belemélyedni előadásaimon, hát még 3 mondat lett volna, és elveszítem a hallgatóságomnak a figyelmét. Tehát vannak dolgok, ami érdekli az embereket, vannak, amit le akarom dukmálni, akkor sem, és akkor jó, akkor rendben van, akkor most az, hogy Everest, ez neki mindegy. A különbségeket én elmondtam, ennyit tudtam tenni azért, hogy az érezzék, hogy a palasz nélküliek még sokkal nagyobb veszélyt vállalnak, és hát ugye ennek meglátnak a következmény is, de egyébként a palackkal mászók közül is rengetegen életüket veszti. Neszmély Emillel beszélgetünk, egy kicsit most visszább mennék az időben, ha megengeded, mert már egyből bele is csaptunk, és már hegyet, vagy a hegyeken vagyunk fenn, majdnem kimondtam, hogy hegyet mászunk, ráadásul többes számban, de azért ahhoz, hogy te neked ez a teljesítményed meglegyen, kell, hogy volt neked egy olyan sportolói, élsportolói múltad, ami téged alkalmassá tesz arra, hogy ilyen teljesítményeket véghez vigyél. Ezt gondolom én. Te mit gondolsz mindenképpen. Erről? Hát ez a másik, ami kevésbé szokta érdekelni azokat, akik motiválódni járnak az előadásaimra, hogy szeretik azt látni, hogy itt egy civil ügyvéd, és az íróasztal mögül fölállt, és fölment az Everest, de hát nagyon nem. Hát nekem van egy 21 éves olyan versenysport múltam előtte, amiben benne volt az NB1-es kosárlabda előélet. Tehát, hogy ott olyan intervall terheléseket, izomzat terheléseket, olyan terhelést kaptunk, ami nélkül az északi oldal a 3,5 éve edzéssel együtt sem lett volna, hogy azt már itt lehetséges.
tehát a kellett az is, de már megint ezt mondom ugyanúgy, meg a palackos különbség senkit nem érdekel. Engem érdekel? Téged igen, és ennek örülök, csak az embereket meg az érdekel, hogy mondjuk az egész a szervezés, a motiváltsága, hogy tartod meg az akadályokat, hogy jövőd le, és a saját életébe hogy vigyál. Tehát az én oldalam az nem hegymászó oldal, az egyetlen motivációs oldal, motivációs tréning lehetőség, minden olyan, amit egyébként hát céges vonalon is van rá bőven fogadókészség és érdeklődés is. Oké, okay, csak én azt akarom kideríteni, hogyha mondjuk valakinek ugyanúgy eszébe jutna, hogy tulajdonképpen van elég motivációm, mondjuk erős vagyok mentálisan, megpróbálom megcsinálni, akkor fizikálisan fel lehet-e készülni, vagy nem tudom, mondjuk 30-40 évesen, vagy 50 évesen, vagy ha nem volt egy több mint 20 éves sportolói, élsportolói múltja az embernek, akkor neki se álljon. Én azért azt mondom, hogy nem lenne baj, hogyha nem kell ehhez élvonalban kosárlabdázni, kézilabdázni, atletizálni, de hogyha ha úgy 16 éves korig a napi rendszerességű edzés valamiben megvolt, ami szívérrendszer terhelő, az már egy nagyon jó pont. Én sokaknak adok tanácsot különböző hegyekre való felkészülésben, és elég sokan játszanak a gondolattal, hogy Everestet másszanak, ami nagyon örülök, hogy minden ilyen eredmény egyébként öregbíti hazánk hírnevét, és a szép a hegyekben az, hogy ha meg nem érsz fel, az a nem járatod le. Tehát, hogy azért van egy ilyen pozitívum az egészben, hanem sokkal több más azért nincsen, főleg, hogyha fáj mindened. És ez egész olyan, hogy kell egyfajta felkészültség, mert önmaga a mentális alkalmasság van róla történet, és erről egyébként a következő előadásomon fogok is beszélni, hogy fel lehet mentális erővel jutni, csak ott a kérdés, hogy lejutsz a hegyről, mert hogy pont az Everesten a halálos balesetek 85%-a lefele történik. De ez miért van? Elveszítjük a motivációt? Nem, a fá kimerültség. Tehát ott a zuhanástól kezdve, persze van bal szerencsés, hogyha valaki találkozik egy lavinával, és nem olyan szerencsésen, mint én. Zuhanás, lavina, illetve hát a végkimerültség. Tehát van olyan, aki nem tud tovább lépni, leáll a szervezet, és egyszer meghal. Hát aki elindul fölfelé, azt tudja, hogy le is kell jönnie. Tehát, hogy valahogy úgy osztja be az energiáit. Vajon felkészült elég, mert amikor minden kötél szakad, ott már nem lesz plusz energia, hogyha valaki lespórolta a felkészülést. Ezért volt az, hogy én inkább túl próbáltam készülni, hiszen tiszta voltam a korlátaimmal. De olyan veled sosem meséltél akadályoztatásokról, hogy nem sikerültek bizonyos célok, de olyan volt, hogy az energiát fogyott el? Nem, sosem. Tehát emiatt nem fordultál vissza. Nem. Azért mindig tiszta volt a lelkiismeretem, hogy rajtam nem múlott, és felkészültségem nem múlott. Tehát ez nem, magunknak nem tudunk hazudni. Tehát nem, oda fel kell készülni. Ha mindent megtettél, akkor onnantól tudod azt érezni, hogy egyébként csak akkor veszítesz, ha feladod, és nem próbálod újra. És onnantól pedig tanulsz a hibákból esetleg, vagy ha nem volt hiba, de lehetne még jobban csinálni valamit, akkor azt kitalálod, és valamit változtatsz, és ennek megfelelően újra nekimész. Tehát nem. Ez fontos, mert egyebekben akkor roppant egyszerű dolog, hát figyelj, nem készültél fel, azért nem jutottam. Felkészültem, időjárás közbeszólt, rendben van, tudunk-e tenni érte valamit, néha lehet, és akkor azt megpróbálunk. Úgyhogy mondjuk akkor, amikor a kötélrögzítő csapat az Everest csúcsára érne, mint 8-10-12 ember, akkor minél közelebb próbálsz utánuk felérni, mert ők akkor mennek, amikor legalább 2-3 nap jó idő van. Hát ezt mondjuk 21-ben nem mit csináltam, 22-ben meg nagyon közel voltam hozzá, ott ugye más bajok történtek. Olvastam rólad, hogy 17 éves lehettél, amikor úgy döntöttél, hogy a tanulmányaid fontosabbak, mint maga a sport. Valahogy úgy volt, igen, gimnázium utolsó éve környékén, nem volt, nagyon jó csapatban voltam, Honvédban ország legjobbai között voltunk. És ráadásul 17 évesen már NB1-es voltál. Igen, de az meg már akkor a testnevelési egyetemen. Aha. És ami érdekes volt az, hogy azért úgy abból a csapatból úgy érdeklődtek irántunk profi klubok, hogy azért ez így vált, nálam sokkal tehetségesebbek is voltak, nekem a legnagyobb tehetség a kitartásomban volt az utólag kidőtt, ez is egy tehetség, és valóban. És amikor jött az ajánlat, megnéztem, és láttam, hogy a magyar NB1 profi liga csapatai közül akkori gazdasági feltételek megfelelően sajnos a többség tartozott a játékosoknak. És én viszont az a típus vagyok, aki nem bírom elviselni ezt, hogyha valamiért megdolgoztam, és nem kapom meg. Ugyanígy egyébként az ellenkezőség az, hogy én kétszer az életben találtam jelentősebb összeget az utcán. Megbolgom ilyenkor, hogy hova kellett leadni, és le is adtam, nem dolgoztam meg érte. Majd kétszer találtál jelentősebb összeget. Igen, busz megállóban egyik alkalommal. Nagyságrend, hétszámjegyű, mi a jelentősebb? Hétszámjegyű volt, tehát hétszámjegyű mind a két alkalommal.
párommal, de nem dolgoztam meg érte. Aha, és ezért le is adtad. Leadtam. Aha. Aztán utána az a szabály, hogy változott is, hogy a 6 hónapot vegyünk, nem jelenteli senki, szólnak, hogy tiéd a pénz. Tehát így a tiéd lett. Igen, és ez ment szépen a megfelelő alapítványoknak, és adakon nem dolgoztam meg érte. Ugyanez, ha viszont valamiért megdolgozom, szeretem megkap. Most így ez bizonytalan volt, talán volt 2 vagy 3 klub, ahol biztos fizetést lehet adta akkor kapni, hát azok nem érdeklődtek irántunk. És én akkor azt mondtam, hogy akkor irány a tanulás. És onnantól úgy készültem, és így NB1-ben, az NB1B csoportban tudtam játszani. Fantasztikus edző volt Dr. Ránki Mátyás személyében, ahol konkrétan megértettem a kosárlabdát az első leütéstől a teljes csapatjátékig, így 17-18 éves koromra, kicsit késő, de a legtöbben akkor sem értik. És ez megadta azt az alapot, hogy mellette lehetett tanulni, sportmenedzsment, közgazdaságot tanultam, és közben elkezdtem már a jogot, mert hogy én ugye már óvodás koromban elhatároztam, hogy ügyvéd leszek. De miért? Minek hatására volt a családban korábban ügyvéd? Senki, Petrocelli. De jó, de szerettem én is Petrocellit. Mondjuk én csak néztem, de sosem gondoltam arra, hogy ne, hát gondolj leszek bele, annyira okos, mint ne, ő. Fantasztikus. Hát gondolj bele, ott egy ilyen kis muksi, aki csak a jogi tudásával a bajban lévő embereken segített. Vagy ha azt hiszem olyan rész is volt, hogy bár elkövette, de nem kapott többet, mint ami járt neki. És de hogy pont a Petrocelli volt az, aki folyamatosan építette a házát, és sosem készült el. Nem az a része volt, ellenpélda is volt. Annyira gazdag ember. De milyen jó nője volt, ugye? Ott a másik. Az viszont igaz. És ami érdekeseként kevesen tudják ezt a Petrocelli, 2 évig ment csak napi sorozat volt az amerikaiaknál. Nálunk meg heti egy. Heti egy volt, nem is adták le az egészet, és vagy 6 évig néztük meg, alig vártuk. De mondjuk, azért mi azt tudjuk, hogy gyerekkorunkban volt, vagy hétfőn nem volt adás, meg 2 csatorna volt. Tehát a Petrocsait néztél, és kész. Tehát ő vele így, és akkor így haladtam efelé, elég kevés volt a jogi kar, ahol lehetett a nagyrészt nappali lehetett tanulni, és amire én olyan helyzetbe kerültem, hogy akkor lehetett tovább tanulni, gyakorlatilag én akkor dolgoztam, önellátó voltam, és emellett munka mellett végeztem az összes iskolámat, ami nagyon jó volt, mert élettapasztalattal tudtam már mindegyik pályán elindulni. Mondták, hogy sportmenedzsment, sportdiplomácia és a jog együtt biztos nem mehet, de olyan mondta, aki nem próbálta, nem hittem elnek, és kiderült, hogy megy. Hát csak nem kell elhinni annak, aki úgymond kritikát, vagy olyat kritizál, amit nem nézett, nem csinált, olyanban a tanácsot, egyik kedvencem, amit nem csinált, ez nagyon aranyos, számos vicc is született ebből, és ennyi. Ahogy így hallgatlak, te ez a tipikus fogd meg a söröm srác vagy. Tehát ha valamire azt mondják neked, hogy ezt nem lehet, akkor te ezt így mondod. Nem, ez nem igaz, mert aki olyan mondja, akit megpróbálta, és tudom, hogy, olyan, hogy ha ő mondja, akkor biztos, akkor ezt elfogadom. Tehát a tanácsot elfogadom, de szűrd meg mindig a forrás. Hogy ki mondja. És fontos. Milyen tapasztalata van belőle. Ugyanígy a kritika, nemrég hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy borzasztó rosszak az előadások. Na, Jézusom, melyiket láttad? Ja, egyiket se. Oké. De akkor miből gondolja? Hát honnan? Mert a megnyilatkozásaim olyanok a rádióban, abból összerakta. Hát figyelj, azért én így másoknak is mondani, ha tudják ezt a véleményt, egyébként eleve nem mondom el az előadásaimat itt, mert akkor hát egyrészt maximum neked lenne érdekes, meg elveszítjük a hallgatók nagy részét, a másik végig az előadásomat. Ez egy érdekes dolog. Szóval nem, tehát hát ez a legjobb, amikor valaki arról véleményt, amit nem látott, mondjon ő dolga, én nem akarom meggyőzni erről, viszont hát az a néhány tízezer ember, aki, hát most már egyre sok százezer ember, aki az előadást hallotta a különböző témákban, a különböző előadásokat is, hát ők úgy láttam, hogy elég elégedettek, és sok mindenkinek sikerült az életére is hatni, ami az ő sikerük, mert hát ez eléggé nehéz változtatni. Eszmély Emillel beszélgetünk, belecsaptunk az előbb az előadás sok így szóba kerültek, és akkor maradjunk ennél most egy kicsit. Lehet, hogy csapongunk hegyről, északi sark, déli sark, ügyvédi pálya, kosárlabda előadások, de most az előadások érdekelnek, mert hogy te úgy motiválsz embereket, hogy saját tapasztalatot adsz át. De mikor érzed azt, hogy ennek az előadásnak sikere van? Tehát, hogy visszajönnek az emberek, elmesélik, hogy voltam az előadásodon, megfogadtam a tanácsodat, és lett belőle ez vagy az, vagy meg tudtam valósítani ezt vagy azt. Tehát vannak ilyen sikerélmények? Jönnek a visszajelzések. Tehát ez az, amiért mindig is mondom, hogy ez egy motivációs kör. Tehát azok, akik ilyen, hát most különböző platformokon összeadva, azért már bőven 20-valahány ezer emberről beszélünk, egy ilyen dolog érdekli őket, ez kifejezetten a szokásokon való változás érdekli őket. Hát az, hogy mondjuk van egy olyan előadó, aki nem csak, hogy mond valamit, hanem azt meg is csinálta, meg én voltam annyira elvetem őt, hogy ezt megtanuljam, én a megfelelő végzettséget is megszereztem hozzá, hogy én merjek így embereket beszélni. Az ELTE pszichológia karán elvégeztem azt a képzettséget, ami adott egy tréning és coaching diplomán, hogy merjem ezt átadni akár cégeknek, magánszemélyeknek, és tudjam, hogy nem szakbarbárkodom. És az egész ebben az irányba úgy talán hitelessé tesz sok
hasonló, vagy nem hasonló. Mindenesetre a motivációs üzletben utazó, kifejezetten ebből élő emberhez képest, és ez nekem szintén nem fő elfoglaltság, én elsősorban ügyvéd vagyok. De ahhoz, hogy te coach legyél, nyilván nem az volt az első lépés, hogy elvégezd ezt az iskolát. Tehát, hogy valamiféle gondolatnak meg kellett születni, hogy mindazt a tapasztalatot, gondolatiságot, a motiváltság erejét át tud adni. Hát, tehát, mikor jött az első gondolat, hogy neked ez megy, hogy te erre képes vagy? Hát először elkezdtem előadásokat tartani. Az egész sorozat az úgy indult, hogy hazajöttem az Everest északi oldaláról, gyakorlatilag ilyen sok tekintetben darabokban, és azt mondom, hogy darabokban jöttél haza. Hát majdnem, tehát ott én nem, tehát most az Everestet egyébként mindenki a déli oldal azonosítja, én szeretném felvenni a figyelmet, van egy nagyon brutális északi oldala. De akkor egy fél mondatban, igen, vagy több mondatban, mi a különbség a kettő között? Tehát, hogy teljesen más hegy, az északi oldal. Teljesen más hegy. Aha. Tehát a déli oldalon Nepál felől hatalmas veszélyt jelent a Kumbu jégesés, tehát ott borzasztó rossz dolog beragadni mondjuk felkészületlen palackos mászók mögé. Az északi oldalon ilyen veszély nincs, de sokkal nagyobb a távolságok, sokkal pokolibb az egyébként sem túl jó időjárás, és a halálzónában 8000 méter fölött sziklákat kell mászni. És az egész egy ilyen teljesen más. Erre mondta az egyik ismerős meg egy képeket nézett csak a két oldalról, hogy Jézusom, ez Mordorahoz képest. Igen, viszont legalább nincs Kumbu. Tehát, hogy azért veszélyességében összhatással a két oldala az azonos kihívás, technika, egyébek a saját tapasztalatom alapján, sokan, akik mindkét oldalon másztak az Everestet, ugyanezt mondják, sőt, mindenki, akivel ilyennel beszéltem, aki mindkét oldalról feljutott. Ha arról az oldalról mész fel, ott is kell visszamenned, hogy ez sikeres legyen? Hát meg, hogyha nem akarod, hogy kitiltsanak valamelyik országból. Ja, az egy határ. Ja, értem. Tehát konkrétan addig még el lehet viccelni az Everest csúcsán, ezt én megcsináltam először, hogy most Tibetben vagyok, most Nepálban vagyok. Ötödikre meguntam, és tehát, hogy kérdezik, hogy hányszor voltam kínai területen, akkor azért át kell számolnom, mert utaztam hivatalosan is, meg így is, és ott kell visszamenni, mert 19-ben volt talán, nem tudom, 18 vagy 19 volt egy úriember, aki elindult Tibetből, és Nepálba érkezett. Na most ennek az lett a következménye, hogy villámgyorsan kiutasították Nepálból. Hát fordítva nem mertem megcsinálni, mert azért ki tudja, mi lett volna vele, hogyha Nepálból átmegy és határsért a kínai hatóságok, nem biztos, hogy ilyen barátságosak lettek volna. És cserébe a kínai hatóságok az összes külföldi mászóengedélyt törölték az év hátralévő részére a kínai oldalon, az összes Kínában és Tibetben található hegyre külföldi nem mehetett föl. Tehát azért ennek nem az egy embernek köszönhetően. Ennek az egy embernek köszönhetően. Tehát most 3 évig nem lehetett mászni az északi oldalt, mert hogy ezek után jött a Covid is. És akkor most jövőre pedig végre állvileg lehetett, remélem nem fújják le, de nagyon durván megemelkedtek a költségek, tehát hogy én még azért szerencsésebb időszakban másztam. Bezárjuk ezt a zárójelet, és visszatérünk az előadáshoz, meg egyáltalán motiváltsághoz. Darabokban jöttél haza, és... Hát azt gondoltam, hogy tartok két előadást, és akkor utána szépen elfelejtjük egymást. És akkor, hát nem tudom, valahol felírogattam, a 4-500 magasságában vagyok most előadásból. Én azt szoktam mondani, és ezt tartom is, hogy ez egy keresleti piac, tehát amíg hívnak, addig megyek. Ha egyszer nem hívnak, gyönyörű, már most is, ha holnaptól nem tartatok előadást, egyrészt bánnám, de másrészt ez a sok minden nem jutna át az emberekhez, de én elsősorban ügyvéd vagyok, tehát nekem van egy egészen jó prosperáló irodám, nagyon jó szakmai eredményeket érünk el, eredményesek, szoktak mondani, hogy jó, azért nem tudom, eredményesek vagyunk, talán annyi nekünk elég, és én onnantól azt megőrzöm emlékként, hogy ez milyen jó hét év volt. De nem úgy néz ki, hogy ez itt most megáll. Hogy fér bele ennyi minden egy ember életébe? Neked hány órából áll egy nap? Hát igazán így az ügyvédi dolgokat, fantasztikus kollégáim vannak. Nagyon fontos, hogy ha csak úgy működik valami, hogy személyesen ott vagyok, az rosszul van felépítve. Delegálni kell tudni, feladatokban olyan emberekkel körülvenni magunkat, bizonyos dolgokban sokkal jobbak nálam. Tehát én azt állítom, hogy a kollégáim közül, amihez én nagyon értek, abban zászlóshajó vagyok, de néhány dologban jó vagyok, de jobbak nálam. Tehát az a 6 kolléga, akivel rendszeresen együtt dolgozunk ügyvédként az irodában, plusz még szerintem az 5 is, aki még bedolgozik nekünk, hogy ha túl terhelésünk van, de nem engedem, hogy túlterhelés legyen, úgyhogy ennyi. Tehát, hogyha ezt nagyon hatékonyan csináljuk, akkor 4-5-6 óra elég egy nap az ügyvédkedésből, és ne felejtsük, hogy nem naponta tartok előadást, illetve hogyha mondjuk egy cég, vagy egy színház, vagy kifejezetten az a hely, ahol most nem tudom, hogy mondhatom a nevét, ahol rendszeresen lép
lépek föl. Ez a Duma Színház, ugye hát ott nem csak humoristák vannak, hanem vannak ilyen könnyedebben, de komoly témákat feldolgozó előadók. Ott az én előre tudom a táncrendemet. Hát nem nem annyira, mint Rost Andrea, hogy 6 évre előre, de tudom, és úgy elfér. Tehát így hát azért csak ez... nyilván nem azon, hogy odamész, és csak elkezdesz beszélni, tehát arra ugyanúgy fel kell készülni valahogy. Fel kell, és egyik előadásom sem olyan, mint az ugyanabból a témából, vagy ugyan címűből a másik, de az ott leginkább a közönség rezgésére reagál. Aha. Tehát én az Everestről egy olyan, hát egy előadáson 6-8 órát tudok beszélni, hogy ne veszítsük el az embereket, és ne utálják meg az előadót és a hegyet. Ez nyilván bizonyos keretek közé teszem. De látom, hogy mi ül aznap, mi nem ül aznap, tehát ez viszont ugyanolyan, mint a stand-uposoknak, de én nem az vagyok. Ez nyilván ebben a közegben vagyok, és fantasztikus humoristák, nagyon érdekes politikai beállítottság nélkül is, mind vagy éppen bármelyik oldalhoz húzó, de ott mindenki csak előad. És ez teljesen rendben van, és lehet sokat tanulni egymást, és az érdekes, amikor azt látom, hogy egy előadó az én előadásom motiválódik. Tehát azért van fantasztikus érzés az, hogy még nekik is tudjuk. De ezt meg kell húzni a határt, hogy ez nem stand-up. Igen, vannak benne humoros részek, helyzetnek jellemkomikum, amikor velem történik meg valami, de semmiképpen nem egy hőskötemény, ahol a hős magyar ügyvéd felmegy diadalmenetben valamelyik nagy hegyre, legyen az mondjuk az Everest, és ugyanilyen diadalmenetben leír onnan. Nem, ez különböző okokból, a legtöbbször körülmények, néha a saját hibám miatt ez a túlélésről szól. És hogy alkalmazkodj, és ezeket kifejezetten lehet mind a civil életben, mind az üzleti életben, és ezt észrevett ez a két terület, úgy használni, hogy hát nem elméletről beszél, hanem megcsinálta, és akkor kifejezetten van olyan, hogy a cég jön a saját problémáival, és rászabjuk az előadást, és akkor abban a pillanatban utána még, ha kér hozzá egy tréning vagy coaching szolgáltatást, akkor kollégáim azt is megoldjuk, és teste szabottan, igen, és ahogy mondtad az előbb, hogy hát mondtad, hogy egy más szukka hegyet, de a visszajelzések alapján én együtt mászom a hallgatósággal. Ott vannak velem, vannak, akinek légszomja van, volt fejfájás is már. Tehát, hogy annyira oda tudják élni magukat, hiszen én egy vagyok közülünk. Igen. Hogy hozzák néha a jeleket, a légszomja az a legkevesebb, az rendszeresen van. Neszmély Emillel beszélgetek, tényleg fantasztikus lendülettel, energiával beszélsz, és mindaz, amit mondasz, az tényleg olyan, hogy az ember érzi azt a hitelességet, ami belőled árad, hogy nem beszélsz olyanról, amit te nem tapasztaltál meg, vagy amiről nem tudsz, arról nem, nyilván nem mondasz véleményt. Viszont az asztmát említetted már korábban, hogy az egy fontos tényező volt a te teljesítményed, sport teljesítmény, vagy egyáltalán a teljesítményed szempontjából, hogy te asztmás vagy? Ez egy komoly nehezítő tényező. Tehát, hogy ha itt például az Everest is egy önszempontból érdekes megélés volt, hogy nekem a halálzónában 5 asztmás rohamon volt, amit különböző technikákat túl kellett élnem, és mentálteni technikák segítettek, volt improvizálnom kellett. És nem volt senki, aki ezen tudna segíteni, nem, indulás előtt 10 hónapot derült ki, hogy én még asztmás vagyok. Még úgy tudtam, hogy kinőttem, és hát mondták az orvosok, hogy te ezt nem növött ki, mint ahogy senki sem. Hát ez most ez a része a beszélgetésnek, hogy rossz hírünk van a hallgatóink számára, mert hogy nem növi ki az asztmát senki, csak alkalmazkodik. De te miből gondoltad, hogy kinőtted? Hát mert lenyomtam egy 21 évet az NB1-ben, kosárlabdában, nem 21 év NB1 volt, de hogy mondjuk még 300, 250 meccs előtte, még 50, meg egy teljes karrier, és soha nem jött. Nem, mert tengerszinten tágulnak a hörgők. Viszont ott, amikor gond van, akkor szívószál vékonyságúra tud összezuhanni minden, ami a légúthoz tartozik, és hát akkor szívószálon keresztül levegőt venni, abban a ritkában az úgy kihívás. És amikor ezt megtudtam, ahogy én asztmás vagyok, akkor egész padlóra kerültem, mert azért játszottam a gondolattal, hogy palasz nélkül megpróbálom, aztán nem sikerül, fölveszem a palaszkot, de egy palasz nélkül átmegmondta, hogy figyelj, palasz nélkül éjszakon biztos, hogy lesz asztmásom, de el se indulj. És hát én kifejezetten teszteltek a TF-en, és ott mondták, hogy te asztmás, meg ügyvéd is, úgyhogy jött a védőbeszéd, hogy persze, 3 évesen kinőtte, nem, nézd már meg, mondom, basszus, asztmás vagyok, hát akkor nem megyek, mi legyen. Nálam bölcsebb és idősebb barátaim, volt jó néhány, elmondta, hogy idefél, te hülye. Ha te elindulsz, gondolj már be, hogy hány asztmás embernek, vagy valami hasonló hátrányelőnek adhatsz valami kis pluszt, úgyhogy talán így szórakozz el az addigra már közel 3 éves felkészülésedet. És ez nekem úgy fejemben maradt, és akkor ez működött. Ez működött, és ha nem sikerült volna is, azt gondolom, hogy ez jó asztmás eredmény lett volna, hogy ameddig feljutok. Azért a mai fejemmel már azért a második asztmás rohamnál lehet, hogy visszafordultam volna, vagy visszafordulnék. Ott nem, tehát ott azt annyira felmértem, hogy jó alapotban vagyok,
is a légzést kell valahogy megoldani, csak hát az annyira érdekes, hogy annyira bold meg a légzést ott, ahol nincs oxigén. De meg lehetett oldani. És ez is egy érdekesség, hogy hogyan is, hogy ugye ez is van, akit érdekes. Nagyon aranyosak, mert nagyon sok követőm hozzá, hogy ilyen aszmás, aszma elleni terápia, mert így meg lehet oldani. Tényleg, sőt, tudom, hogy a szovjet hadseregben is erre voltak különböző megoldások. De engem tengerszinten nem zavar, én meg alapvetően nagyon sok 8000-esre nem vagyok nyitott a 7 hegycsúcs sorozat miatt, én Seven Summit-er vagyok, engem az Everest érdekelt kizárólag, illetve hát a másodszor pedig az, hogy a hazánknak legyen olyan teljesítmény, egy más szóhoz köthetően mindkét oldali siker. És akkor mindig mondom, hogy igen, de ne felejtsük el, hogy ez egy palaszkos eredmény, na ekkor megint legyintenek egy csomóan, illetve más meg azt mondja, hogy úristen, ez nem is eredmény, jó, hát az ő dolga, az ő véleménye. Alapvetően most az ismert nyári események miatt egy olyan ellenállás alakult ki a közvélemény többségében a palasz nélküli mászásokban, viszont már irreális. Tehát az egy nagyon... Szilárd, igen, az eset, igen, és akkor így ez így áthangolt a közvéleményt. Jó, de hát akkor kiderült, hogy 10 millió hegymászó szakértő országa is vagyunk. Fantasztikus, hogy a Covid, a labdarúgás és a különböző egyéb sikertörületek után megjelentek a hegymászás 8000-es régiójában is, de... És aztán párkapcsolati tanácsadók lettünk Tóth Gabi vállásával. Ott is, de egyébként az új estemen, aminek, hogy ha már ennyire beszélünk, pont pénteken lesz a bemutató, és lehet, hogy azt követően kerül adásban most beszélgetésünk. Nem, mi ez? Csütörtökön hallja ezt a hallgatót. Hú, de érdekes lesz. Hát közel tehát ház lesz, de később is lesz. Ott kifejezetten foglalkozom majd a kanapé szakértőkkel. Tehát, hogy így ez hogy nézett ki a valóságban. Tehát, hogy mi az, ami sok volt, mi az, ami nem, illetve hát vajon hogy veszi valaki a bátorságot, hogy azt merje mondani, hogy aki 8000 fölé mászik, annak ne legyen családja. Ez egy kicsit erősebb ennél. Igen, a Suhajda Szilárd esetében tényleg annyi minden elhangzott, aminek nem kellett volna. Nesmi Emillel beszélgetünk, és fantasztikus erő. Tehát beszélgetünk, és én azt érzem, hogy erősebb vagyok, mint mielőtt nekiálltunk volna beszélgetni. Úgyhogy lehet, hogy nem fizetek ezért az előadásért, de azért hasznosítom mindazt, amit mondasz. Most kaptál egy új pohárvizet, de arra most már nagyon vigyázz, jó? Drága a víz. Igen, a világ sok helyén ez nagy kincs. Na, ami még engem nagyon érdekel, és nem tudom, hogy ezt így felszokták-e neked tenni ezt a kérdést, de azt gondolom, hogy mindenre fel vagy vértezve. Ezt így látom rajtad. Hogy ennyit utazni és ennyit teljesíteni, azért egy elég komoly anyagi teherrel jár. Hogy ezt te miből tudod, ahogy győzik-e kérdezni? És akkor mi bűmore? Tehát, hogy te azért dolgozol, hogy ezeket a teljesítményeket végre tud hajtani? Hát nagyon érdekes, hogy ne azért éljünk, hogy dolgozhassunk. Tehát, hogy a munkának az eredményéből éljünk. Ez egy fontos dolog, egy kicsit messzebbre is vezet, de talán arról később. Úgy néz ki a dolog, hogy először érdekelt az Everest, és hát az ügyvédi eredményeből ki tudtam termelni egy olyan pénzt, amivel egyébként most már délről sem lehetne megmászni az Everestet. És ez egy álmom volt, hogy akkor jussak fel. Azt, amikor elindultam, akkor még érdekes, hogy északról még mindig nem volt eredmény, mert azért követtem a magyar valódi hegymászó eredményeket is, és odaig jutottam, hogy jó, hát én most már megyek, és hát még északról mind nem mászták, mégis egy komoly motivációt adott ez, hogy jusson fel az ászló. Amikor egy ilyen komoly cél bekattan, és úgy érzed, hogy ez téged nagyon hív. Másik lehetőség, hogyha nem teszem meg mindent azért, hogy felérj arra az Everestre, ami ez esetben pont az Everest, igen, ez azonosítható sok mindennel, igen, akkor le kell élned egy életet úgy, hogy mi lett volna, ha ezt nem akartam. És onnantól pedig erre csoportosítottam, aztán utána elindultam a Seven Summits folytatásán, hogy addigra már a Kilimandzsárót teljesítettem, jött az Everest, hogy hát mint... Ez a hét hegy csúcs kihívás. Igen. Ez a minden földrész legmagasabb csúcsát megmászni, és hát ebben az Everest a ázsiai csúcsát, tehát nem lehet kihagyni, hogyha ezt teljesíteni akar. Viszont az elején akartam viszonylag mászni, a Kilimandzsáró egy ilyen magaslati tesztmászás volt, hogy bírom el magaslatot, kérdezni, nagyon jól bírom a magaslatot. Az alacsony légnyomás tekintetében mindenképpen, oxigénnel lesz valami, ugye. És ezért az Everestet nagyon sokan 6 hegycsúcsot másznak meg, mert végére hagyják az Everestet, aztán az nem sikerül. Én meg úgy voltam ezzel, hogy a sorozatban jöjjön már előrébb, mert azt én tehát
ne a végén derüljön ki, akkor ha ja, ez nem sikerül... Ez nem egy ilyen kötelező sorrend van? Nincs, tehát nincs bármilyen, ilyen. Bárhogy. Aha. Akár, sőt, az sincs, hogy hány éven belül. Tehát aha. Van olyan ismerős, aki 25 év alatt teljesítette egy aha. Osztrák hegymászó srác, aki a végén azt mondta, jó, hát az Everestet ő se vállalja palasz nélkül. Jó, hát akkor tulajdonképpen én is benne vagyok, csak én még a nullán. A legeredményesebb, a legeredményesebb hegymászók, egyébként sok összetevője van, de így a mainstream az a 35 és 55 között van. Tehát itt aha. Azért kell egyfajta lecsendesedés. Hát 20 évesen én erre alkalmatlan lettem volna, ennyire befele dolgozzunk. Tehát így ez lett. Szóval a másik lett az Everest, és akkor úgy végig kellett mászni, és onnantól viszont nagyon érdekes volt, mert hogy én egy vagyok közülünk, amire pszichológus ismerősök hívtak fel figyelmet, hogy figyelj, vedd már észre, hogy ezért követnek az emberek, mert hogy oda tudják képzelni magukat melléd. És először nem szponzorok, hanem támogatók lettek, hogy azt mondják, figyelj, adok pénzt, beszállok én is, mondd el, milyen volt. Én így nem merek menni. Ezek jelentek meg, és utána pedig, amikor már a 22-es mászás volt, mind megvoltak az ilyen jellegű meccénások, igen. És akik ugye azonosultak a célokkal, és utána meg már jöttek a szponzorok is, egy kifejezetten neves magyar szponzor volt az, aki a 22-es expedíciót így vitte neki, kellett egy ilyen az ő kampányához egy ilyen, és akkor mi egymásra találtunk, és kiderült, hogy pont ilyen figura kellett nekik, mint én eddig hol voltam, ugyanott csak nem találtatok meg. És gyakorlatilag innentől ez egy olyan dolog, hogy már bőségesen visszahozta azokat a költségeket, erre először mint minden egyes ilyen folyamatnál áldozni kell. Olyan sokan kérdezik, hogy hogy tudok-e olyan szponzort ajánlani, hogy most kezdeni, ha nem tudom mit, igen, csak hogy akkor a közgazdaságtudomány, hogy de mit tudsz te neki adni, és hát mivel tudnak, ez így nem fog jól indult menni. Nálad, hogy először siker volt, és akkor arra lehetett építeni, vagy azzal lehetett esetleg házalni, vagy arra jelentkeztek. Hosszú éveken át igen. Ez így nagy részben saját forrásból volt, de egyébként úgy amiatt meg dolgot, hogy az ügyvédirodának is sokkal nagyobb bevételei lettek, mert a tapasztalat az, hogy a legtöbb ember azért nem notórius pereskedő. Életében egy-két ilyen probléma van. És pont öröklés, vagy sportjog, vagy amiben még jó, vagy család ingatlan, bármi. Jött valaki úgy, hogy az egyik legnagyobb félelmük az embereknek az, hogy mi van, ha időközben őt cserben hagyja az ügyvédje, mondjuk nem elég kitartó. Ez nagyon ritkán fordul elő, de nagyon kellemetlen tud lenni. És valahogy ez a mi irodánkban nem merül fel kérdésként. Hogy megjelentek azok az emberek, akik lehet, hogy egyébként nem jelentek volna meg. Tehát így, ha azt nézem, hogy kifejezetten. Hát ezeknek a sikereknek a hatására az ügyvédi irodában is jobban működött az egyébként is egy ügyekkel jól ellátott ügyvédi irodának lett egy háromszoros terhelése. És ilyenkor új embereket, vagy további embereket kell felvenni. Igen, hát onnantól lettünk ilyen szép számmal az irodában, ezért Magyarországon ez nem egy rossz, főleg úgy, hogy nagyon sokszor magánszemélyeknek ők az ügyfeleink, tehát kevesebb az, amikor jogi személyeket állandóan szolgálunk ki. És gyakorlatilag ebből bejött egy olyan bevétel megint, ami hát ott van az, hogy de tényleg a végelszámolásnál itt hagyunk minden földi javat, meg fogják örökölni utánunk. És én pont az öröklési jog miatt ezt már néhányszor elmondtam, és aki hallotta, remélem még nem unja, aki nem hallotta, talán valamit jelenthet számára. Mint felmérések is vannak, de ezek mi is beszélünk olyan emberekkel, akinek nincs sok hátra. Tudja, hogy nincs sok hátra. És azért előkerülnek azok a sztorik, hogy mit bán. Ugyanazt, mint a nemzetközi felmérésében, az, amit nem csinált meg, azt bánja, ahova nem utazott el, amelyik céljába nem állt bele. Ezt mind bánja, és bárcsak többet utazna, bárcsak beleállna a célba, bárcsak oda menne hoz a lányhoz. Volt olyan, hogy aki azt mondja, bárcsak úgy nézett volna, hogy meghívja kávézni az a valaki, stb. És hogy a végén ők sajnálták. A végelszámolásnál én nem akarom, hogy valami olyan legyen, hogy bárcsak ott lettem volna. És innentől pedig már azt gondolom, hogy kijön az, hogy ez nem anyagi kérdés elsősorban, hanem a végén ne hiányozzon majd. Említetted Sóhajda Szilárd történetét, vagy tragédiáját, hogy jöttek a megfejtők, akik ugye mondták, hogy ne legyen családja, miért van családja, ha családja van, akkor miért ilyen felelőtlen? Neked van családod, akik teljes mellszélességgel állnak melletted, és azt mondják, hogy persze, apukám a megkeresett pénzt vitt föl a hegyekre. A magánéletem, vagy viszont szűken szoktam nyilatkozni, annyi a lényeges, hogy aki hozzám közel kerül, ő ezt már csomagba kapja, és akit ezt taszít, és ez az érdekes, és talán innen érdemes megközelíteni, a kifejezett klasszikus hegymászoknak, és a hegyekre nyitott más sporttól, amit expedíciós teljesítményport, stb., vagy éppen ugye a Rakoncai Gábor, aki távleküzdéses zseni, gyakorlatilag ezt megértő párja tud csak lenni.
és ennyi az egész, aki pontosan tudja azt, hogy mit tud adni mondjuk egy apa így a gyerekének, hát árván nő fel, van benne kockázat, sajnos borzasztó. De hát ritka, ritka, is van kockázata. Nem mernék így leegyszerűsíteni semmit, ez egy más világ, mert ugye itt más. Hmm. De akik ennyire valamilyen cél, a saját Everestjük legyen az bármi, irányában ennyire elkötelezettek, ők azt megadják a gyereküknek, hogy amikor azt mondom, hogy igen, csináld meg, menj a céljaidod, akkor nem az van, hogy igen, de apa, te nem csinált, és ott van az apja szemében az a konstans szomorúság, hogy bárcsak én is megtettem volna, egy teljes értékű apának az esélyt adják meg. Ezzel lehet egyetérteni, egyet nem érteni, van benne kockázat sajnos, és egy az esetek kisebbségében történt egy ilyen borzalmas fejlemény következmény, de hogy ez miért így, mert enélkül nem érezni azt, hogy mindent meg tudna, ha pont a gyerekének is. Egyébként nem csak a gyerek, én is nyilván fiamnak megmondom, hogy igen, céljaid vannak, akkor főleg manapság elég nehéz ez a generáció, de akkor menj rá, és teljesítsd, érd el, tegyél meg, értem, de vissza hiteles vagyok. Nagyon érdekes, a Duma Színház, mely kedves kollégám, most a nevét nem mondom el, hogy a feleségén nehogy lebukjon, ő kérdezte az, hogy ő egyébként egy nagyon veszélyes sportot kezdene el, azért hív fel engem, mert ilyen veszélyérzékeny vagyok, és tudja nagyon jó, hogy én túlzott veszélyt nem vállok egyszer sem, hogy beszéljem le róla, mert ő ilyen mókus ejtőernyőzést akarna elkezdeni, aztán vagy utána elkezdte, vagy nem elkezdte, ez mindegy is, és én beszéljem le róla, mondom, normális vagy én. De pont igen. Le. Hát nézd meg, mit kell hozzá csinálni, és álljál bele, és csinálj meg mindent, és mindent, tehát mindent meg lehet tenni, egyetlen egy feltétel van, sokszor kapom azt a kérdést, és elébe megyek, hát ha akartad, hogy ha fiam Everestet akarom elszenni, akkor mit mondanék neki? Az, hogyha felkészülsz, akkor menjen neki, de ha nem készülsz, akkor közelébe nem menj. Nesmély Emillel beszélgetünk, amikor az ügyvédi munkádról beszélsz, akkor értelemszerűen többes számban beszélsz, mert hogy ez egy ügyvédi iroda, nem egyedül viszed. De aztán azt figyeltem, hogy amikor az expedíciókról vagy a teljesítményekről beszélsz, akkor ott is néha előjön a többes szám. Hogy mekkora csapatod van, akivel utazol, vagy akivel előkészítesz? Van-e állandó csapat mögötted? Hát úgy néz ki a dolog, hogy meglehetősen önellátó vagyok, tehát van, akitől tanácsot elfogadok. Uh-huh. Az a szűk kör, akik tudják, hogy miről beszélnek, és ami nagyon fontos, hogy sokan elfelejtik, hogy van olyan, aki valamiért ellenérdekelt. Ez lehet azért, mert valamilyen ellentáborban van, mert nem biztos, hogy az én esetemben van, uh-huh. mindenkire igaz, illetve van olyan is, aki valamiért az egójával nem tudja feldolgozni azt, hogy valamilyen célod van, amiért ő nem mer, vagy nem tud áldozni, vagy bármilyen hasonló módon ellenérdekelt, hogy úristen, ha te ezt kitűzted, meg is csináld, akkor nálam több leszel, és akkor inkább visszahúz. Akkor inkább nem menj. Érdektelen emberekkel elkerüljük. Tehát ők mondjanak, amit akar, meg se hallom, tehát van is egy ilyen dolog, hogy éppen itt vannak az emberek, vissza akarnak húzni, én meg már éppen a következő célom felé haladok, ezért nem is hallom, hogy mit mondanak. Ez körülbelül így érdemes csinálni mindenkinek mindenben. És tehát van egy tanácsadói kör, illetve a szervezéshez van néhány olyan segítőm, akik mind az előadásoknál, mind az expedícióknál a bázis tartják. Kiváló irodavezető asszisztens van, aki szervezi az életet, az a mi főnökünk, ugye egy jó asszisztens. A távollétemben, amikor mondjuk egy műholdas messengerrel vagyok kapcsolatban a csapattal, mindenki tudja, mi a dolga. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, az ügyfelek semmit nem vesznek észre abból, hogyha én nem vagyok ott. Az Everest alaptáborában, déli oldalon, én tudtam videokonferencián beszélni ügyféllel, azt se tudta, hol vagyok. De akkor neked nem kellett volna arra koncentrálni, hogy ott mi történik? Ott nagyon sok időt pihenünk, úgyhogy semmit nem csinálunk. Tehát, hogy ott az aklimatizációnak ez is a része, ez az Everest egy ilyen sztori, egy ilyen műfaj. És hát emellett pedig, ami fontos, hogy maga az expedíción, én ott, ahol valahol először megyek, ott helyi erőt keresek, mert ismeretlen, én mindig minimum párban mászok. Ismeretlenül nem. Az is egy stílus, hogy aki egyedül szeretne, azt ezt mindenki eldöntheti, hogy hogy szeretné. Lehet ebben kritizálni a másik, azt gondolom nem érdemes. Persze. Kinek mi az, amit vállal. Tehát ott helyi erő, vagy minimum információra, mint amikor az Elbrust másztam, amiben sorozatban Európa csúcs, az megint egy földrajzi vita, hogy az most Európa vagy nem. Hát Messner meg Bess azt mondta, hogy ezt kell megmászni, akkor ezt kell megmászni. És gyakorlatilag ott elég volt az információ, az nem egy olyan terep, kitartás kell hozzád, nem annyira veszélyes, ott a hideg lehet gond. Más esetben kifejezetten kell hegyi vezető, mert hogy egy olyan példát is mutatok, hogy a szükségtelen kockázatot ne vállaljunk. Uh-huh. Aki ezzel egyetért, annak tudok ebben iránymutatni. Uh-huh. Aki azt mondja, de ő neki a szükségtelen az más, ő menjen oda, én nem fogom kritizálni. Milyen érdekes, hogy amit én sem kritizálja valaki, én meg nem kritizálok, mást. Tehát, hogy nem érzem a szükségességét, hát vannak lehetősége. Tehát nekem az nagyon érdekes, hogy bármikor volt egy ilyen tervem, azt
vettem észre, hogy úgy valahogy a magával ragadóbb stílusom miatt egy csomóan persze ifjabb koromban is csináljuk, és akkor gyerekek kéne menni, jaj, nekem ez jött közbe, kicsit várjunk. Én nem vártam senkire. Egyetlen egy alkalom volt, hogy hegyet olyan ismerőse tudtam mászni, aki nem volt klasszikusan ilyen hegyi ember. Ez pedig az első a Kilimandzsáró volt. Én mondtam, hogy gyerekek, megyek a Kilimandzsáróra, kijön. Pár hónap múlva meg. Ó, 10 kéz emelkedett. Jó, hát induláskor egy maradt. Egy maradt, és akkor úgy mentünk, és ott csapottunk egy, hát később mentünk, és nem is akár, teszteltük, hogy a magaslatot hogy bírjuk, hát ő annyira, mert Péter barátom, ugye, alias Petike, ő annyira nem bírta, én meg nagyon jól, ő nem értett, hogy miért örülök annak, hogy rosszul van, azért, mert én meg jó voltam. És meg az is érdekes, hogy lejöttünk a hegyről, azt mondtuk, hát figyelj, jó volt a teszt, bírtuk, hát akkor itt folytassuk a felkészülést az Everestre, akkor tehát jött ki az Everest című fém a legfrissebb, ugye ott egy komoly tragédiát dolgozott föl az a mű. Hát ő azt mondta, hogy a Everest, nem, inkább megnős. Sül. Tehát én mindig mondom, nem tudom, melyik a veszélyesebb. A házassági vagy jogi szerződést azt mi írtuk neki. Aztán kaptak én szándékként az Everest csúcs környékéről egy kövecskét. Egyet csak, hogy ezt osszátok meg, ha szétmentek. Szándékosan így. Tehát így ennyi volt, nem várok. Tehát nincs, nekem erre nincs időm. Én nagyon szeretnék 120 évig élni egészségesen, és hogyha azt mondom, hogy 47 vagyok, alig van hátra. Tehát nem fogok kapkodni, de hogy én másra várjak, az nem. Amikor úgy szerveztük, ugye Koncákossal, hogy eleve mászótásként irány a Denali, ez aranyosan, hogy olvastam egy-két helyen, hogy nekem a hegyi vezetőm volt, tehát én ismertem a teljes terepet, ő nem, ő nálam egy sokkal tapasztaltabb valódi hegymászó, viszont egymásra voltunk utalva, mert hogy ő mászótársként kellett, és hát nem, tehát mi mászótársként mentünk, fantasztikus ember, és gyakorlatilag ez volt az, amikor kétszer tudtam úgy ismerős, hogy egyszer nagyon megterveztük, egyszer meg aki jön. Tehát egy Kilimandzsáról nem kell így felkészülni, a Denali az ez egy komolyabb műfaj. Tehát, hogy a csapat az mindig alakul, és olyanokhoz csapódom, vagy szerveződöm, akikkel legalább közösen tudunk pihenni. De akkor nem vagy magányos farkas, mindig van veled valaki, ez a lényeg. Vagy legalább a táborokban, de ez egy pokoli kihívás, hogy én csapatjátékos vagyok a kosárlabda miatt. És itt megtanulni azt, hogy azért nagy részt egyedül vagyunk, az egy nagyon komoly ilyen beállítódási változás volt, egy nagyon komoly komfortzónán kívüli kihívás, és sőt, hát az a legjobb, hogy gyakorlatilag a komfortzónán kívül élem az életemet, ami hihetetlenül fárasztó, de nagyon izgalmas, és már természetes, hogy néha erre van igényem, hogy akkor komfortzónán kívülre kell kerülni, és minden, ami a nehezebb, én azt szoktam választani pont ezért, mert abban ott van a kaland. De ugyanakkor az emberek nagy többsége tök jól érzi magát egy vasárnap délután legalább 3 órát vagy 4 órát dögleni otthon a kanapén. Neked vannak ilyen pillanataid, amikor azt mondod, hogy én ma nem megyek sehova, én ma lustákodni fogok. Van, csak azért kérdezem, mert nem tudlak ilyen elképzelni. De van, persze, hát anélkül nem menne. Tehát, hogy van, amikor egyszerűen tényleg nem csinál semmit. És akkor van és jól tudod magad hasonló. Érezni mondjuk egy tengerparton fekve a homokban? Egy fél napig biztos. Tehát, hogyha meg már tengerpart, akkor ott akkor minimum a város történetét meg akarom érteni. És mondok egy ilyen érdekességet, amikor először jártam Velencében, akkor gyakorlatilag 2 napig a kísérletemben lévő hölgy majd megőrült, hogy nem romantika volt, hanem engem az érdekelt, hogy valahol 1000 környékén, amikor államot alapítottunk, ezeknek a jó embereknek mi volt az a motivációja, amiért az akkori fejletlen technológia mellett létrehozták a világ azóta is fennálló első mesterséges szigetét. Hogy mi? Aztán belett egy-két hajózási múzeum, meg néhány múzeum után megtaláltam választ, lehetett lenni romantikázni. Tehát, hogy ott valahogy a történelem jobban fog érdekelni. Ha van valamilyen túra, vagy hegy, vagy mi egymás, az rendben van, nem, ez a tengerparton ez fél nap maximum, lehet, hogy csak negyed, és akkor már eleve árnyékban vagyok, mert érzékeny a bőröm, és könnyen leégek, tehát én haza tudtam jönni 2004-ben az aténi olimpiáról úgy, hogy hófehér voltam. Úgyhogy ott egyet a magyar szurkolói tábor, talán erre még emlékszel, egy kempingben volt a strandon. És én hazajöttem úgy, hogy viszonylag fehéren. Tehát, hogy ezt megkiválóan keresem az árnyékokat, tehát én nem ragaszkodom, hogy lebarnuljak, viszont ha valahova oda kerülök, most nemrég jártam Madridban is, életemben először, jártam Lisszabonban is, a történelem jobban érdekelt, mint önmagában az, hogy bazi meleg is volt, hogy az, hogy most jussunk ki a strandra. Ez úgy velem, aki ezt szereti, az annak jó társasága vagyok, aki is strandon akar lenni, akkor ott ketté válunk, tehát ezzel nincsen gond. Mai beszélgető társam Neszmély Emil, expedíciós teljesítmény sportoló. Az, hogy te most itt ülsz és beszélgetsz, nekem ez egy tök nagy büszkeség, de amúgy is büszke vagyok rád, hogy nekem, mint magyar embernek hoztál egy vagy több eredményt.
De a nagyvilágban hogy tekintenek rád? Vagy ez neked fontos-e, hogy neked külön a neved jegyzik-e, hogy nem, igen, nem itt is, van ez nem, a magyar srác, akit úgy hívnak, hogy? De nem is tudja kimondani. Ne, annyira emlékezik, a legtöbb ember eleinte annyira emlékezik, ez az ügyvéd srác, aki volt az Everesten. Bőven elég, mert az üzenet sokkal fontosabb. Szeretem ezt úgy mondani, hogy Magyarországon méltán világhírű vagyok motivációs vonalon. Tehát nem, külföldi magyarok érdeklődnek, nyilván, ha máshova születtek, akkor ebből egy nagyon komoly karriert fel lehetett volna építeni. Én szeretek Magyarországon. Miért ez nem komoly karrier, amikben most benne? Egy Amerikában 50 államos lehetőséghez képest nem. De hát én meg abban hiszek, hogy ott kell a szerencsénket megcsinálni, ahol vagyunk. És ez nekem egy nagyon jó, akkor ehhez több színpadon kell, több területen élni az életemet, akkor ezt így oldom meg. És én szeretek itt lenni, és ennek megfelelően itt próbálom magam hasznossá tenni. Tehát nagyon fontos, hogy mindaz, amit én csinálok, azért elég komoly hasznot hoz társadalmi szinten, és meg egyéneknek is. Ennél lehetne komolyabbat, és van, ami még ennél is van. Én viszont ebből próbálom kihozni azt a legtöbbet, ami még nem izzadságszagú. És az nagyon jól esik, hogyha valakit ezek az eredmények büszkeséggel töltenek el, de mindig ezért szoktam, hogy ezért kezeljük a helyén, hogy ez nem véletlenül expedíciós teljesítménysport, mert ez én nem is tartom olyan klasszikusan hegymászat, meg tudok oldani különböző. Ez érdekes, hogy nagyon sok hegymászat ismerős Magyarországon kezdte a képzéseket, esetleg Ausztriáig elment. Engem Alaszkában az első Denali mászás környékén on-site és off-site képeztek ki a gletcseres hegymászásra és a kötélhaladásra, és ott egy ilyen volt. Gyakorlatilag onnantól nem mondhattam azt, hogy nincs valamilyen képzettségem, hát ha kötél van és belezuhanok egy gletcser hasadékba, én ki tudok onnan mászni, hiszen erre is megtanítottak. De például megkérdezi valaki, ki tudok-e mást húzni, azt még nem tanultam meg. Tehát ezért mondom, hogy ez nem a klasszikus hegymászás. Viszont nagyon sokan előfordulnak magas hegyeken, ennyit se tudnak. Igen, az gond, főleg, hogyha nem is készülnek föl rá fizikálisan, mert nem csak a saját életüket veszélyeztetik, hanem a sorban mögöttük állóit is. Expedíciós teljesítménysportoló hány évig, vagy hány éves koráig lehet aktív? Van-e valami, vagy valaki előtted, aki mondjuk példaképként azt mondott, hogy ő még 70 évesen is, vagy 80 évesen is jön, megy és csinálja a dolgát? Vannak olyan történetek, aki 60 évesen kezdte el, és így csinálja. Tehát, hogy ez lehet, de nem, nincs. Nem, ez. Én úgy vagyok ezzel, hogy engem bizonyos hegyek érdekelnek, bizonyos kihívások érdekel, most ugye leginkább ez az északi sark és a déli sark. Ezt hogyha, mikorra tervezed? Ez akár most novemberben is indulhat, akár következő években ez bármikor létrejöhet, remélem, hogy minél előbb, de egyébként ez egy olyan kihívás, amire bármikor fel tudok készülni. Tehát én bármikor lehetok futni egy fél maratont, kis felkészüléssel egy maratont is tudok teljesíteni, mondjuk kicsit fájdalmasabb, hogyha enyha felkészülés. Amíg ezt tudom hozni, erre alkalmas vagyok. Én úgy vagyok kezdve, hogy amíg érdekel valami, addig csinálni fogom. Az északi sark, déli sark után most én hirtelen, mert van szponzori megkeresés, hogy vajon nagyobb hegyet ismét érdekes lenne, hát azt majd meg kell beszélni, hogy mennyire lesz erős a motiváció, mert hogyha üzleti lapon kérdezik, az megint más a kérdés, hogy arra én alkalmas vagyok-e, ha igen, akkor örömmel, de alapvetően, ami engem igazán érdekel, a két sarkpont. A két sarkpont között mennyi időnek kell eltelnie? Hát igazán ez földrajz, tehát alapvetően, hogyha novemberben elindulsz, akkor januárban beérsz a déli sarkoiként, a következő április-májusban már az északi sark olyan állapotban van, hogy mászható, ugye a jégtávon. Te is vagy olyan állapotban utána? Nem, persze. Tehát, hogy ennyi, két-három hónap ennyi pihenés elég lenne. Van is egy ilyen tervem, de aztán az is lehet, hogyha most idén össze valamiért ez nem sikerül, akkor hát van egy tavaszi ciklus, és egy kicsit hosszabb az idő erre. Tehát nem, ez így összehozható. Ez érdekel, lehet, hogy utána már semmilyen kihívást nem csinálok, de az is lehet, hogy mondjuk végre jutok az egyik célzott hegyemre, a Csimborázóra, amiről sokáig azt hitték, hogy a világ legmagasabb hegye, egyébként a föld mértani középpontjától a csúcsatával, mint az Everest csúcsa, de hát ez egy másik kérdés, mert a tengerszint fölötti magasság számít, de hát így is tudsz a világ tetején lenni. Mont Blancon előfordultam, mert ugye éveken át nem tudtam, hogy Európában ugye kevesebb hegyen mozgok, mert ugye 5000 méter fölött vannak azok az oxigén hiányos kihívások, amelyek a gondolkodás döntéshozatalban, én azt szeretem, hogy ott nehezített a körülmény rendszer, és ezek kapcsán még ha úgy hívnak valahova, akkor előfordulhat, de nekem nagyon sok fizikai kihívás, ami engem úgy érdekel, hogy fizikai és mentális kihívás, már nincs sok a listámon, tehát hogy ennek egyszer vége lesz, és onnantól nagyon remélem, hogy lesz annyi történetem, amivel mások, ha motiválódni kívánnak, akkor rajtam keresztül ezt megtehetik, de ez célozza, és ez nem véletlen. Azt gondolod, hogy még nincs elég történeted?
Most egész jól állunk már, de ha még néhány dolog érdekel, hogy a lista végén majd felnézem, kidugom a fejem a vízből, hogy akkor ezek a sztoriaim, több már lehet, hogy nem lesz, és akkor mi legyen. Igazán ez így működik. Hát az emberek, belegondolok, hétköznapi ember, de hegyekből, most nem akarom nagyon leegyszerűsíteni, de hiába akarom bonyolítani, nem nincs más. A legtöbb embert a hegy az Everest. Ezen kívül ismeri még a Mont Blanc-t. Csimborázó, harot nem tudja, hol van. Egy. És hogy ez képest az összes többi 8000-es már egy olyan speciális érdeklődést igényel, amiben a legtöbb ember nem rendelkezik. És nekem meg az a sok mindenki, aki érdeklődik a történeteim iránt és a gondolataim iránt, ők átlag emberek. És az ő átlagosnak gondolt életüket próbálják átlag felülivé tenni, és hogyha ezért tesznek, lehet, hogy van egy-két ötletem. Már rég lejárt az időnk, de még mindig van kérdésem, hogy a mélység az sosem vonzott? Nem, az nagyon veszélyes. Hát mert azt másként még az is egy kihívás lehet, igen, hogy mennyire mélyre tudsz merülni. Jó, de azért tisztázzuk egyébként Dávid Kornél barátom, amikor az Everestről visszajöttem. Egy érdekes tréfát csináltam vele, kiváló könyve akkor megjelent, és felvittem 7000-ig, odaadta dedikáltam, nem tudta, hogy oda viszem, azt olvastam, amikor tudtam, hogy ez járt az Everesten 7000-ig, visszadedikáltam, és odaadta neki. Adott egy másikat. Ő szerette búvárkodni, nem tudom, hogy most is végzi, de hát ugye kiváló sportember, ő mondta, hogy Emil, megvan az Everest, menjünk búvárkodni, és mondta, hogy Kornél, ne vicc, ez életveszélyes. És kérdezte, hogy miért? Jót nevetett ő is, hát figyelj, ott fönt ritka a levegő. 8000 méter fölött az oxigén az olyan, a palasz nélkülieknek olyan 30%-a, a sportosabb palaszosoknak olyan 40%-a, aki agyon nyomja, meg kicsit több, mint 40%-kal tud mászni. Tehát, hogy a tüdődnek 60%-a hiányozna, és mondják, hogy az a 10%-a 30 és 45, milyen kevés, nem, az 25% különbség, tehát a palasz nélkülieknek még annyi van ezen. De ha bármi történik, ott időd van, hogy talán még valami. Ha. Valami. Ha valami nagy baj, talán még az esély megvan. De víz alatt ilyen hamar nem fog kopottyúdni. És biztos. Ez az, amiért azt mondom, hogy az ott nem, ott vége. Hogy azt nem. Motorra ülés, és a merülés így. Nem néz a snorkelezés, ez simán, mert már megtanultam nyomáskülönbséget, hogy nyomásmentesíteni, nem tudom. Hogy már úgy nem durran szét a fülem, de nem ez a víz dolog. Átúszok bármit, hogyha kell, mert hihetetlen kitartó úszom, hihetetlen rossz stílusban. És hát a kit és a kitartás a lényeg, előbb-utóbb, hát 4 óra átúszom, hát a Balatont azért ezt nevezzük jó eredménynek. És, hát, ha már átúszod, az már eredmény, és az jó persze, eredmény. Persze, meg ha nem kened be a hátad normál és krémmel, és háromszor hámlik le utána egy hét alatt. Tehát, hogy vannak ilyen történetek. De a víz az ilyen szempontból, ez mint mondtam, meg a motorozás. Tehát ez a kettő az, ahol ha vert helyzetben vagy, nincs esélyed. Ebben maximálisan egyetértünk, azzal a kis különbség, hogy én mondjuk hegyeresen megyek. Rendben, mind a mellett bírom, ha valaki merül, meg nagyon tisztel motorosokat, én magamról beszélek, hogy én ezt a kettőt nem. Én viszont nagyon tisztellek mindazért, amit eddig elértél, és további sport sikereket kívánok neked. Én köszönöm szépen a lehetőséget a beszélgetésre. Eszmény Emil, köszönöm, hogy itt voltál. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.